Halljátok az esti madarakat? Nagyon szépek az alkonyi fények, és körülöttünk mindenhol virágoznak már a cseresznyefák, csak ezt nem látjátok sajnos. Azért választottam ezt a pillanatot ehhez a borhoz, mert az a neve, hogy Vesper. Vesper különböző nyelveken vecsernyét, alkonyt jelent. Nagyon elegáns a címkéje, megmutatom még egyszer, hogy lássátok, nem árul el sokat magáról. Csak azt tudjuk, hogy Vespernek hívják, és hogy a Csányi pincészet készítette. Az évjárat a 2017-es számozott palackról van szó. Azt mondja a Csányi pincészet, hogy ez az ő legfényesebb csillaguk ebben a pillanatban. Vadonatúj borról van szó, nagyon kevesen kóstolták még. Most megkóstoljuk együtt. Házasítás, Cabernet Sauvignon, kékfrankos és merló van benne. Magyar és francia tölgyfahordóban érlelték, nagyjából 2 évig. Hát nézzük! Nagyon mély az illata és nagyon gyümölcsös. Meggyes, szilvás, erdei gyümölcsös, szedres, áfonyás. És van benne nagyon sok fűszer. Olyan, mint egy jó meggyes pite. Ha megkóstoljuk, nagyon gyümölcsös és nagyon fanyar. Főleg a megy dominál az ízében is, és a meggyes fanyarsága végén kifejezetten jól áll neki. Picit szárít, de nem nagyon, fiatal még. Nagyon-nagyon fiatal. Ennek a bornak még nagyon sok ideje van. Gazdag, intenzív, jók az arányai. Arra teremtették, hogy vigyázzunk rá, fektessük el, és nyissuk ki pár év múlva. Azt ajánlom, hogyha valaki szeretné megkóstolni néhány év múlva ezt a bort, vegyen belőle néhány palackkal. Jó, spórolni kell rá, mert nem olcsó, de megéri. Aztán szépen évenként egyet-egyet kinyitva figyelni, hogy hogyan változik, hogyan változunk mi magunk, hogyan bölcsülünk együtt a borral, mert ezek az igazán szép pillanatok. Kóstoljátok meg, és örüljetek neki!